Sziasztok, Sziszka vagyok! A mostani videómban szeretném nektek bemutatni a siázó málnás ízesítésű ásványát. Maga a siázó ilyen 100 g-os műanyag tégelyekben kapható, egy sima, egyszerű, vékony fémkupakkal nagyon jól vissza lehet zárni. És lehet is benne látni, hogy mennyi ásvány van benne. A beszerezhetőségéről annyit tudnék mondani, hogy a nagyobb webáruházakban és főbb boltokban, sőt már egyes jelentősebb vidéki boltokban is megjelentek, tehát viszonylag könnyen lehet hozzájutni. Az ára az olyan 1400-1800 forint között mozog, tehát nem is mondanám vészesnek 100 g-ért cserébe, főleg azt figyelembe véve, hogy többször újra lehet használni. Ennél ugyebár nem tudok beszélni olyanról, mint aprítottság, mert végül is a kavicsok általában több dobozt is megnéztem, már azonos méretűek, tehát nincsen az, hogy nagyobb kőtömböt találnánk benne. Maga az illatát olyan érdekesnek mondanám, ilyen krémes, kicsit túlédes, olyan cukorkás málnának mondanám. Ez a régi kemény cukor, tehát ez a régi málnás ízesítésű kemény cukor, amit csak szopogatni lehetett, mert nem bírta az ember foga elrágni, mert tényleg olyan kemény volt. Tényleg olyan az illata. Amúgy most egy KM pipával próbálom, Elnefesz minifunnellel, 3 darab kokokószénnel, ahogyan a képen is láthatjátok, hogy hogyan tettem rá a 3 szenet. Maga a minifunnelnek a tömése nem volt olyan bonyolult, mint az alábbi videón is láthatjátok. Szimplán egy kis kanállal beleszórtam, kicsit eligazgattam, még bónuszként rátettem pár csepp melaszt még, majd az alufóliát rászorítottam, páncélfóliát használtam, így a középső luk nem szívja be, sokkal erősebb a páncélfólia, majd pedig körkörösen kilukasztottam, úgyhogy középen direkt hagytam. Füstöt szépen ad, nincsen rá panasz. Viszont az ízét, hát érdekesnek mondanám, gyenge. Részemről csak nehézkesen tudom megtalálni a málnás ízt, hogyha nagyon akarom, de olyan kellemes, édes, igazándiból kellemesnek mondanám, jónak mondanám, csak nem málna. Én inkább azt mondanám, hogy ilyen régi cukorka íz, de... A nagyobb szívásoknál lehet érezni a málnát. Többen próbálták, ahogyan olvastam a vizipipaforum.com-ba, nekik tetszett. Végülis nekem is tetszik ez a dohány, mert kellemes, vagy dohány, ásvány, mert kellemes, édes, nagyon jó ilyen kis kikapcsolódáshoz, vagy egy könnyebb filmhez. Esetleg valami ebéd utáni pipázáshoz is teljesen jó, mert nincs olyan erős tömör íze. Maga egy tömés sima kerámiában olyan 35-40 percet bír, maximum 50 percet. Vortex kerámiát, hogyha teljesen megpakoljuk, akkor 1 órás tömést is érhetünk el. Tangiers funnel-lel is megközelítőleg ilyen érték érhető el. A mini funnel kerámiákkal azonban csak ilyen 45 perc, inkább maximum 50 perces tömésnek mondanám. Maga az, hogy én, tehát nem lehet olyan másfél órás tömést elérni vele, mint mondjuk egy dohány esetében, hát ez tény, ez ásvány, nem pedig dohány. Ezzel az 50 perc is jónak mondható, főleg úgy, hogy újra lehet használni. Szerintem mindent elmondtam, hogyha szeretnétek, akkor próbáljátok ki. Egy kört mindenképpen megér, mert kellemesen édes. Maga az, hogy vannak ilyen ötletek, hogy dohánnyal keverni, nem szabad, mert a dohány ráég az ásványra, és utána mehet mind a kettő a kukába.
A másik gyakori probléma még, amit elég sokan jeleztek, hogy elkezdett egy idő után csípni. Na most én már jó pár síhezó tömésen túl vagyok, de soha nem tapasztaltam ilyet, hogy elkezdett volna csípni. Szerintem azért fordul ez elő, mert a hővel egy kicsit rosszul bánnak, vagy bántok. Inkább próbáljátok meg kevesebb hővel, kevesebb szénnel, vagy vegyétek le a hőtartósapkát egy időre, és amikor már kezd csökkenni a füst, akkor tegyétek vissza. Szerintem ez a csípős íz abból adódik, hogy a melasz kezd ráégni az ásványra. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!